Krisztusban, kedves testvéreim, Krisztus király ünnepe van. A mai szentmisében kiszolgáltatjuk majd a keresztség szentségét, több fiatal testvérünk pedig most járul első áldozáshoz. A szentmise után megáldjuk az Erzsébet kenyereket, majd a mise végeztével kívülről, a templomon kívülről megáldjuk azt a felújított részt, ami a templom javítása, megújulása során most már elkészült. Közös eukarisztikus ünneplésünk a plébánián végzett egyház látogatás kiemelkedő eseménye. A mai ünnep jelentése az egyház hitének tükrében világosodik meg előttünk. Nem földi királyságról, nem államformáról van itt szó, hanem hitünknek olyan mélységes igazságáról, amit emberi fogalmaink csak távoli és gyenge hasonlattal érzékeltetnek. A szentmise felajánlásában minden misében azt mondjuk, áldott vagy Urunk mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Ez az imádság egy nagyon ősi, asztali imádságnak, házi liturgiában és templomban elhangzó imádságnak szinte a fordítása. Csak egy szó van más. Ott az eredetiben úgy áll, hogy meleg haola. Nem mindenség Istene, hanem mindenség királya. Áldott vagy Urunk Istenünk, mindenség királya. Igen, a mindenség királya az Ószövetség hitében és keresztény hitünkben is maga az Úr. Ma Krisztust ünnepeljük, mint a mindenség királyát. Az Úr, az Atyák Istene, a mennyei Atya megadja az uralmat, a királyságot a mindenség fölött Krisztusnak. Ezt tanítja a mi hitünk. De olvasunk mást is a mai evangéliumban, mégpedig azt, hogy majd, ha eljön az emberfia az angyalok kíséretében, helyet foglal dicsőséges trónusán, hallottuk az imént. A dicsőség trónján. Megint ott vagyunk az ószövetségi hitnek a világában. A dicsőség trónja, annak a trónja, akinek a nevét nem lehet kimondani. Ezen a trónon ül Jézus Krisztus, az ember és Isten. Olyan bíró, aki meg tudja érteni a gyöngeségeinket, hiszen valóságos emberként végigélte az emberi életet, de pásztor is ez a király, aki ítélni jön, összetereli nyájként a népeket, népének maga az Úr a pásztora, ahogy az ószövetségi olvasmányban Ezekiel könyvéből hallottuk. Megint csak maga az Úr. Krisztus pedig, az ítélő Krisztus, azon a napon a világot ítélő Úr. De nem az Atya, hanem a Fiú az, akire az ítélet bízatott. Ő az, aki mint megtestesült második isteni személy, emberként is megértő tud lenni a tudatlanok és tévejgők iránt, ahogyan az Új Szövetségben olvasunk. A juhokat és a kosokat elválasztja egymástól, ki elnyeri megérdemelt jutalmát vagy büntetését. Mintha az ítélet már meg is történt volna. Hiszen tanítja hitünk a külön ítéletet is. Az utolsó ítéletnek ebben a nagy víziójában pedig, mintha ünnepélyesen kihirdetnék az ítéletet, és felolvasnák hozzá, vagy elmondanák hozzá az indoklást is. Ezért ül le a bíró a székbe, és ezért kezdi el az ítéletnek az indoklását. A világ kezdetétől nektek készített országot vegyétek birtokotokba, mondja az áldottaknak. Talán eleve erre vannak rendelve, ezt akarja mondani nekünk a Szentírás.
Előre tudta, hogy kik kerülnek oda, és csak nekik készítette az országot, senki másnak. Isten minden tudásában és időtlenségében nincs előre és utólag. Csak számunkra az időből nézve különbözik az előbb és a később. Lehetetlen, hogy az Isten egyeseket tetteiktől függetlenül ki akarta zárni az üdvösségből. Az utolsó ítélet indoklásában a király, az örök bíró, aki az emberfia, maga mondja, hogy miért mehetnek be az igazak Isten országába. És az indokok között emberi cselekedetek voltak. Olyan cselekedetek, amelyek nem végzetszerűen zuhannak az emberre, hanem a saját tettei, amelyekről dönteni lehet. Mert dönthetünk néha az életben, hogy az éhezőnek odaadjuk-e az ennivalót, hogy a ruhátlannal, a rabbal, a magányos beteggel törődünk-e. Tehát Isten kegyelmén kívül rajtunk, a mi szabad cselekedeteinken múlik, azon is múlik az üdvösség. Nem végzetszerű, hogy üdvösség vagy kárhozat lesz-e a sorsunk. De hát mik is ezek az indokok? Mik is ezek a feltételek, amelyek alapján üdvözülünk vagy elkárhozunk? Amit itt az evangélium felsorol, az a hat dolog az irgalmasság cselekedetei közé tartozik. Ismertek voltak ezek az Ószövetségben, a prófétáknál, Jób könyvében, de mintha másutt az Új Szövetségben Jézus más feltételekről beszél. Nem azt mondja például valamikor, hogy aki hisz és megkereszteltedik, az üdvözül? Vagy megint másutt a megtérésről beszél. Itt pedig erről, mintha szó sem lenne, hanem csak is ezekről a cselekedetekről, amelyeket a legkisebbeknek megtesz, vagy nem tesz meg az ember. Ez a felsorolás nem kimerítő. Sehol sem áll, hogy csak ilyen okból, vagy csak ezek alapján dől el az ember sorsa. Ezek inkább erős, mellbevágó példák. Másrészt a többi feltétel, amiről Jézus másról beszél, szorosan és bensőleg összefügg ezekkel. Hiszen az ítélő Krisztus mindig azt mondja a végén, hogy nekem tettétek. Hogy nekem innom adtatok, nekem ennem adtatok, engem fogadtatok be. Rád való tekintettel teszi a jót az ember az embertársával, aki rászól. Még ha nem tudja is ezt valaki világosan, akkor is örök érdeme, ha jót tesz embertársaival. Hát még ha valaki tudja mindezt, hát még ha megismerte Krisztust, szereti őt, és az ő kedvéért teszi mindazt, ami értékes az életben. Tehát nem ellenkezik, nem is különbözik igazán a megtérésnek, a hitnek, a Krisztus szeretetének követelménye ezektől az emberi jótettektől, amelyeket az ítélő bíró az evangéliumban felsorol. És mégis, amikor végigolvassuk mindezt, újra azt kérdezzük magunktól, hogy mi hogyan állunk mindezzel. Ezért vizsgáljuk meg lelkiismeretünket minden esztendőnek, minden egyházi évnek a végén is. Hogyan néztünk a többiekre, akikkel összehozott minket az élet? Észrevettük-e, hogy kinek hogyan segíthetünk? Mert enélkül, ha hinnénk is Krisztusban, halott lenne ez a hit. Márpedig a hit és a kegyelem fénye olyan, mint az égő gyertya lángja. A keresztségben fiatal testvérünk ezt a világosságot kapja meg a mai napon. Új élet kezdődik a számára. Ezt az életet pedig a Krisztushoz fűződő szeretet kapcsolat, az imádság, az emberek iránti segítő együttérzés élteti és erősíti. Különösen nagy erőforrás.
megkeresztelt ember számára az oltári szentség. Ebben maga Krisztus új, kimondhatatlan módon költözik a lelkünkbe. Hagyjuk, hogy vegye át ő az irányítást egész életünk felett. Ezért kérjük ma, az egyházi év utolsó vasárnapján Krisztus segítségét, hogy meglássuk a körülöttünk élőkben az ő arcát, és ennek megfelelően hálával, szeretettel, tisztelettel tegyünk meg értük mindent, amit csak megtehetünk, hogy egykor mindnyájan az örök boldogságban találkozhassunk.